Négy bordája is eltört annak a két hónapos csecsemőnek, akit a vád szerint édesapja többször is hátba vágott. A kicsi nyűgös volt és sírt, a férfinek azonban nem sikerült gyermekét megnyugtatnia, dühében pedig eljárt a keze. A szakértő szerint a sérülésekből egyértelmű, hogy kézfejjel vagy ököllel ütötték meg a csecsemőt, és a gyermek édesanyja is azt állítja, hogy látta, amint párja kezet emelt közös gyermekükre. A követőnek is fel kellett ismernie azt, hogy egy két hónapos csecsemőt ököllel a hátán közepes erő az nem kis erő, tehát az már egy valamilyen érhetően erős ütés. Ez súlyos sérüléseket okozhat, tehát a csontörés az a minimum, de egy ilyen kis testnél, tehát ebből súlyosabb következmények is előállhatnak. Nyilvánvalóan nem kívánta a súlyos következmények bekövetkeztét, hanem az elkövetőjük azt mondjuk, hogy belenyugodott ebbe, és közömbös volt az eredmény. A férfi ügyvédje szerint nem lehet az édesanya vallomására alapozni, a fiatal nő ugyanis többször, többféleképpen mesélte el a történteket. A kétséget kizáróan azt bebizonyítani, hogy hol lehet, hogy a vallomás alapján sem lehet, hogy kötőre bántalmazta volna a kiskor, aki az orosz szakértő véleményben foglalt sérüléseket miatt szenvedte volna el. Vallomására nem lehet ítéleti tényállás, nem szava hirtelen, akkor csak mások nem kívántok. A vádlott vallomásai önellentmondásban is szenvednek, illetve sem olyan külső tényvizonyíték alatt nem támaszta alá, és tulajdon nem támaszta alá, hogy számfogó is korlátlik a vallomását, ami miatt az bizonyítékét figyelembe vehető lenne, ezért alternatív indítvány nélkül védetlen felmentését indítványozott. Az édesanyja is vádlottként volt jelen a tárgyaláson, a kicsit ugyanis csak napokkal a történtek után vitte el orvoshoz, ahol kiderült, hogy a gyermeknek a bordatörések mellett tüdőgyulladása is van. A fiatal nő ügyvédje hangsúlyozta, hogy Védence vallomása alapján egyértelmű, hogy a férfi okozta a kicsi sérüléseit. A vallomásaiban azért lényegében ő fenntartotta azt, hogy ez a cselekmény sorozott, vagy ez a cselekmény ez nem azért történt, mert véletlenül valaki lejtette, vagy véletlenül valaki hozzáütötte a hajtókilincshez, vagy bármihez, vagy egy olyan körülmény következett be, ami vétlenségre utalhatott volna, vagy nem szándékos cselekményre utalt volna, hanem ez sajnálatos módon ténylegesen a tartására következtében alakult ki ez a bordatörés. A férfi a tárgyalás során többször is sírva tette fel a kérdést volt párjának, hogy miért állítja, hogy bántotta a kisgyermeket. Ártatlannak vallotta magát, és kérte a bíróságtól, hogy ne ítélje el amiatt, amit nem tett meg. Első fokon azonban a győri törvényszék 5 év börtönbüntetésre ítélte a férfit, vallomását ugyanis nem támasztották alá bizonyítékok. Az elsőrendű vádlottra maga a másodrendű vádlott is azt állította, hogy bántalmazta a gyermeket, és ezt az orvosszakértői vélemény is alátámasztotta. Az orvosszakértői véleménynek megfelelően ezek a sérülések, amelyeket a gyermek elszenvedett, súlyos testi sértésnek minősülnek, és az életveszélynek pedig a közvetlen lehetősége fennállt a tüdőgyulladás fényében, tehát a reális lehetőség fennállása miatt a kísérlete a büntetnek megállapítható. A bíróság kizárólagos bűnösnek a férfit mondta ki, az édesanyját a segítségnyújtás elmulasztása alól felmentette, az ítélet nem jogerős, az ügy másodfokon a győri ítélőtáblán folytatódik majd.